Egy fővárosi csapat utáni és egy fővárosi csapat előtti bajnoki között egy fővárosi csapat ellen játszott hétközi kupameccset a Kisvárda. A Honvéd elleni idegenbeli 1-1-es döntetlen követően Pest Erzsébeten az NB3-as ESMTK ellen túlórázni kényszerült Török László együttese, amely végül egy 123. percben született öngóllal jutott a legjobb 8 közé a kupában. Sajnos csak a 123. percben dőlt el a továbbjutásunk, de egy feladatot azt teljesítettük, a célt. Hosszabbításokkal közel 130 percet játszottunk. Nagyon szervezett és határozott taktika elképzeléssel játszó SMTK-val találkoztunk a kupafordulóban. Igazából azt kaptuk tőlük, amire számítottunk. Nem lebecsülve ellenfelünket, nem ezt terveztük ugye, hogy a hosszabbítás is eljön, de természetesen nyilvánvaló, benne van. A pakliban az ilyen kupa mérkőzéseken azért időnként el lehet tüntetni a osztály közötti különbséget szervezettséggel és akarattal. Előző napon az edzésprogram része volt a 11-es rúgások is. 122. percben a kollégákkal azt beszéltük a stábbal a kispadon, hogy ha 11-esre kerül a sor, akkor előző nap Petkovics nagyon jó százalékban hárította az edzésen ezeket, úgyhogy nem lehet nagy bajunk. De hát persze ugye jó, nyilván erre nem kerül sor szerencsére. Csütörtök este sorsoltak a kupában, a legjobb 4 közé jutásért az NB2-es Budafok otthonában lép majd pályára Török László együttese. A következő feladat viszont a bajnokságban vár a csapatra, a tabellát toronymagasan vezető Ferencváros fogadja, a jelenleg 3. Kisvárda. Minden szempontból kiemelt mérkőzés lesz a Ferencváros ellen mérkőzés, ugye az országban bárhova mennek, ezt így kezelik. Kiemelten vezetik a bajnokságot is, igen komoly eredményességi mutatókkal, ráadásul attól függetlenül nem lazulnak be, nyilvánvaló profik, és próbálják minden mérkőzésen akaratukat és a stílusukat érvényesíteni. A keretük igen bő és megfelelő minőségű ahhoz, hogy az esetleges változásokat a keretben zökkenőmentesen áthidalják és megoldják, gondolok itt eltiltásokra és nyilván sérülésekre. Készültünk a Ferencvárosból, és készülünk is. Dobogósok mérkőzése lesz, garantáltan Teltházzal. Nehéz találni rajtuk gyenge pontot, de mindenkinek van, ezért mi megpróbáljuk ezeket a pontokat kihasználni, erre fókuszálni, de ehhez nagyon türelmesnek és koncentráltaknak kell lennünk végig a mérkőzés folyamán. A Kisvárda-Ferencváros mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 19. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd-Molfehérvár FC, Kecskemét-Budapest Honvéd, DVSC-Paks, Puskás Akadémia, Zalaegerszeg és Vasas-Újpest.